Itt a Bátori utcában indul szeptembertől a Leonardo Media Akadémia 4 osztályos gimnáziumi képzése. Most leendő 9. és 10. osztályos tanulók jelentkezését várják. 2018. szeptemberében 2 évfolyamon 1-1 osztályt szeretnének indítani, a későbbiekben évfolyamonkénti 2 osztályt terveznek. A diákok 18 fős csoportokban tanulnak majd, egy osztály létszáma pedig 36 fő lesz. A Leonardo Media Akadémia már 12 éve jelen van a szakképzésben. Mindazokat a tapasztalatokat, amit az elmúlt években mi szereztünk a szakképzés területén, azt mi kamatoztatni fogjuk itt a Napoli rendszerű gimnáziumunkban, ahol egyéni kompetencia alapú oktatást, digitális kompetencia alapú oktatást fogunk megvalósítani. Szondi Zsolt, az intézmény igazgató helyettese azt is kiemelte, a gimnáziumban kiemelt szerepet kap az angol és német oktatás. Ezt a tudást anyanyelvi tanároktól sajátíthatják el a diákok. Emelt szintű lesz az informatika képzés, valamint a mozgókép és média ismeret is. Céljuk, hogy kialakuljon a diákok digitális tanulási képessége. Ennek érdekében a tananyagok egy része is digitálisan lesz elérhető. Mérföldköveket is kijelölt az intézmény, 10. osztályban ECDL, 11. osztályban pedig középfokú nyelvvizsgát ígérnek a diákok számára. Szükség esetén pedig kollégiumi ellátást is biztosítanak a tanulóknak. A gimnáziumba jelentkezőknek nem kell írásbeli felvételi vizsgát tenni, és a tanulmányi átlag sem kifejezetten mérvadó. Egy elbeszélgetésen hallgatják majd meg a diákok elképzeléseit. A felvétele alkalmával nem határoztunk meg ilyen szintet. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen személyiségek fognak hozzánk jelentkezni, és belőlük azokat a kreatív egyéniségeket fogjuk kiemelni, amit fontosnak tartunk, hogy megjelenjen a tanulásuk során. Az intézmény a testnevelés órára és a sportolásra is nagy hangsúlyt fektet. Utóbbi érdekében a Leonardo együttműködést kötött a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei természetjáró szövetséggel, így különböző túrákat és táborokat is szerveznek majd a diákok számára.